Elsőként az első vendégünket szólítjuk, ő pedig nem más, mint az intézmény igazgatója, Bernát Rita. Jó napot kívánok, szervusztok! Szia, foglalj helyet! Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Hát a Bolyai... Azt azért hozzá kell tennem, hogy én 8 évig a Bolyaiba jártam, szóval egy kicsit azért hazabeszélek, de a Bolyai Halálhoz hasonlóan egy általános iskola is egyben, és szakközépiskola is. Mit lehet tudni, főleg a középiskola részéről? Milyen tagozatok vannak? Mit lehet ott tanulni? Hasonló. A Bolyai iskolában szakgimnáziumi képzés folyik jelenleg, ami a jövő tanévtől, szeptembertől technikumi képzéssé alakul át. Ezt gondolom az elődeim is már elmondták. Igen, ezt már mondták, hogy lesz változás. Úgyhogy akkor erről magáról a rendszerről nem beszélnék. A Bolyaiban 3 ágazatban folyik majd a szakképzés. Az egyik az informatika, a másik a logisztika, a harmadik pedig a közgazdaság ágazat, amit átalakítottak gazdálkodás és menedzsment névre. A 3 ágazatban 4 szakmát képezünk. Az informatikában rendszer üzemeltető, ez a régi rendszergazda szakma volt. Itt a diákok alapvetően angol nyelven tanulnak, a közismereti angol mellett szakmai angol nyelvet, tehát az idegen nyelvet magas óraszámban tanulják, és az érettségi vizsga elérésére hát mindenképpen nyelvvizsgát vagy emelt szintű érettségit várunk tőlük nyelvből. Hát az informatikáról annyit, hogy ha valami a jövő, akkor az informatika biztos, és mi készülünk a jövőre. Ez bizonyítja, hogy robotika tehetségműhely működik nálunk, úgyhogy a tehetséges és érdeklődő diákok azok kipróbálhatják magukat a LEGO robotoknak köszönhetően. Akit érdekel, most is hoztunk néhányat, és megnézhetik a kiállító részben ezeknek a működését. A másik ágazat, azt gondolom, itt a 3-as határnál a logisztika megint egy olyan ágazat, ami a jövő ágazata. Akik ezt az ágazatot választják, ők biztosan el fognak tudni helyezkedni. A cégek visszajelzései alapján itt angol és német nyelvű munkaerőre is szükségük van a cégeknek, ezért itt a diákok dönthetik el, hogy német vagy angol nyelvet szeretnének-e tanulni. És a harmadik ágazatunk ez a gazdálkodás és menedzsment. Ezen belül 2 szakmát kínálunk a diákoknak. Az egyik a pénzügyi és számviteli ügyintéző, a másik pedig a vállalkozási ügyviteli ügyintéző. Ennek a szakmának a megszerzésével a diákok belépőt nyernek a mérlegképes könyvelői szakma elvégzésére, amire szintén lehetőség van az iskolánkban. Tehát ha megszerezték a szakmát, és maradnak még egy évig, akkor lehetőségük van erre. Itt a német nyelv az, amit kínálunk nekik. A cégek visszajelzése alapján a banki szféra az a német nyelvet kéri. És még annyit szeretnék elmondani, hogy emellett lehetőséget adunk a második idegen nyelv tanulására is. Tehát aki szeretné, szakköri keretben folytathatja, és idejébe és energiájába belefér, tanulhatnak második idegen nyelvet is. Annak idején, amikor én még oda jártam, úgy volt a rendszer, hogy 6-tól mentek át a felsősök, ahogy mi hívtuk, a nagy iskolába, a nagyokhoz. Jellemző az, hogyha látják a nagyoknak, a középiskolásoknak az életvitelét, az ott tanulható dolgokat, kedvet kapnak ehhez, és ott maradnak? Azt gondolom, hogy ez a legjobb pályorientáció számukra. Például ez a LEGO robot tehetségműhelyünk, ez úgy működik, hogy általános iskolások is, meg szakgimnazisták is a tagjai, és tulajdonképpen a nagyok, a szakgimnazisták tanítják, mentorálják az általános iskolásokat, meg hát számos olyan programrendezvény van, ahogy te is tudod, ahol tényleg betekintést nyerhetnek a szakképzésbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg jó azért, hogy lássák, és örülünk is annak, hogy többen döntenek úgy, hogy nem 8 évig, hanem 12-13 évig bolyaisok lesznek. Széles körül akkor a kínálat a Bolyai iskolában. Azt mondtad, hogy nagyon sokan el tudnak helyezkedni. Mégis azt szeretném megkérdezni, mi most a legnépszerűbb szak? Mi az, amit a leginkább választanak, amiből mondjuk sokan vannak, és esetleg
mondjuk jobb, hogyha a másik szakokat is megtöltik? Hát most a fenntartótól 3 osztály indítására kaptunk engedélyt. Ugye most is 3 9-ünk van, és jövőre is 3 9-kkel számolunk. Egy osztálynyi informatikus, egy osztály logisztikus és egy osztály ez a gazdálkodás és menedzsment. Hát még mindig az informatika a legnépszerűbb, tehát ott mondhatjuk azt, hogy ott kell a legmagasabb pontszám. A 7. év végét és a 8. fél évet nézzük az érettségi tantárgyak eredményeit, magyar, irodalom, nyelvtan, matematika, történelem, idegen nyelv, és nálunk van központi felvételi, tehát azt is meg kell írni magyarból és matematikából, meg lehet írni a Bolyaiban, vizsgaközpont vagyunk, és az is kell, hogy valaki bekerüljön. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ennyi fért most egyelőre az időnkbe, viszont kérlek, hogy maradj itt, ugyanis most egy egykori diákot hívunk be a színpadra, aki tulajdonképpen most a kolléganőd, ugyanis pedagógusként dolgozik a Bolyai iskolában, úgyhogy szeretném a színpadra szólítani Magyar Gábornét. Jó napot kívánok! Jó napot! Köszöntünk! Szia! Hát egykori Bolya is diákként ülsz most itt, de ugye hát pedagógus is vagy az iskolában, erre is ki fogunk majd térni. Egy kicsit most mégis arra kérünk, hogy arról mesélj nekünk, hogy milyen volt Bolya is diáknak lenni. Hát én nagyon szerettem ebbe az iskolába járni. Máig tartó barátságok alakultak ki a középiskolás évek alatt, és igazából mindig visszahúzott oda a szívem. Nagyon megszerettem a szakmát is, amit a tanáraimtól tanulhattam, de nagyon tetszett már akkor, ahogyan ők, amilyen alázattal, amilyen nagy tudással tanítottak minket, úgyhogy igazából ez a két terület mind megnyerő volt számomra. Ez okozta következményeit is ennek, hogy igazából a szakmai részen is és a pedagógiában is dolgozom. És tehát akkor pontosan mi volt ez a szakma, amit a Bolyaiban elvégeztél? Pénzügyi számviteli területen végeztem, majd ezen a területen tanultam tovább főiskolán, majd egyetemen, de nem nappali tagozaton, hanem munka mellett, tehát versenyszférában dolgoztam könyvelőként, és mellette végeztem el a főiskolát. A főiskolai diploma megszerzése után egy multinacionális vállalatnál gazdasági területen dolgoztam irodai munkában, és hát valahogy nem éreztem a magaménak. Átmentem egy kisebb céghez dolgozni, hogy hát ott változatosabb, más a légkör, nagyon jó volt a légkör, nagyon befogadóak voltak, mégis valahogy ez az irodai munka, ami önmagában csak a számítógép előtti könyvelést jelentette, az nem teljesen az én igényeimnek megfelelő volt, és akkor hirdették meg a Bolyaiban 2001. májusában, hogy szakmai tanárt keresnek, és gondoltam, hogy szerencsét próbálok. És szerencsére nagyon nagy szeretettel fogadtak, és hát így 2001. augusztusától már ott dolgozom tanárként. És milyen érzés abban az iskolában dolgozni pedagógusként, ahol egykor te is felnőttél, te is elsajátíthattad a tanulmányaidat? Hát most már nagyon otthonos, tehát most már inkább úgy érzem, hogy ez a munkahelyem és a hivatásom egyben, de eleinte furcsa volt. Nagyon sok olyan kollégám lett, aki előtte tanárom volt, és hát ezt a kettőt így összehangolni volt az első években egy kicsit nehéz belül, de ők nagyon kedvesen fogadtak, és igazából utána, amikor már egy kis rutinra tettem szert, akkor teljesen önállóan tudtam már eligazodni ezekben a törvényekben, a tanmenetkészítésekben, mindenben, és én úgy érzem, hogy ők is abszolút elfogadtak kollégaként.
Tudom, hogy a Bólyai a szakképzés mellett nagyon fontos, úgy én szívügyének érzi azt, hogy a tanárok és a diákok jó kapcsolatban legyenek, ezt főleg azzal erősítik, hogy elég sok kirándulást szerveznek, vannak túranapok, sokban segíti azt a tanárdiák viszonyban, hogy oda járt, és ez már gondolom, hogy akkor is hasonlóképpen volt. Hát a hagyományok őrzése az mindenképpen fontos számomra, igen, ezt én is fontosnak tartom, hogy átadjam ezeket az értékeket a saját osztályomnak is, ugye a szlogenünk is ez a hagyomány és megújulás, tehát ennek abszolút híve vagyok. És ezek a sok évre visszanyúló hagyományok, ezek a diákoknak nagyon tetszenek. Főleg, amikor mutatunk nekik esetleg olyan fényképeket, olyan beszámolókat, amin még mi vagyunk diákként, vagy kezdő fiatal tanárként, akkor sokkal jobban ők is elfogadják, és szeretnék megélni ezeket az élményeket. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és hogy bemutattátok nekünk, egy kis ízelítőt kaphattunk. Egyrészt arról, hogy milyen is a bólyai diák, illetve milyen bólyai is diáknak lenni, és később pedagógusnak, illetve milyen szakképzést, milyen szakokat kínál az iskola. Köszönjük szépen a meghívást. Még annyit szeretnék elmondani, hogy november 20-án lesz a nyílt napunk, 9 órától, ahol interaktív foglalkozásokkal várunk benneteket, pályaválasztás előtt álló fiatalokat, és kipróbálhatjátok, megnézhetik, hogy mit is rejtenek ezek a szakmák. Köszönjük. Köszönjük szépen. Bögre az. Igen, Sára hoz két bögrét. Köszönjük.